Köszöntöm Önöket, ünnepélyes keretek között a Kápolnásnyéki Halászkastélyban nyitották meg a 2022-es velencei tavi turisztikai évadot. A köztérben erre a rendezvényre látogathatnak el, tartsanak velünk! A Velencei tó térségében számos olyan kormányzati fejlesztés valósult meg, amely a turizmus frissítését ösztönzi, mondta köszöntőjében Janó Márk, a miniszterelnökség közigazgatási államtitkára a turisztikai évadnyitón. A többi között elkészült a Velencei tavat Székesfehérvárral összekötő bicikliút, zajlik a hajózás fejlesztése, és felújították a partvéd műveket a Velencei tavon. Azt a feladatot kaptam, hogy Gulyás miniszter úr képviseletében nyissam meg ezt a turisztikai évadot. Úgyhogy most vállalkozom erre a feladatra. Úgyhogy először is tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, itt a turisztikai évadnyitón a Velencei tó kapujában. Fontos helyszín ez a gyönyörűen megújult épület és a közeli tó, hiszen sok minden segít végig gondolni, hogy az ország turisztikai helyzetével kapcsolatban mire kell emlékeznünk és mire is figyelmeztet minket. Emlékeztet arra egyrésztről, hogy nehéz időszakon vagyunk túl, reményeink szerint, hiszen véget érni látszik itt a világjárvány, amely megrémített sokakat, megbénított sok mindent. Szinte hibernált állapotból kell újjáépítenünk az életünket, és lendületbe hoznunk az ország gazdasági, kulturális és turisztikai vérkeringését. És ha mindez még nem lenne elég, a szomszédos országban háborodul, amely újabb kihívások elé állott bennünket. Ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy bőven van feladat, ahogy elhangzott itt képviselő úr szájából, ez megoldásra, orvoslásra vár. A nehézségek ellenére azonban van mire büszkének lennünk, van miből erőt meríteni. A kormány a szektor megsegítésére olyan intézkedéseket hozott, amelyek lehetővé teszik azt, hogy most sokszoros hatékonysággal induljon újra. Csak itt a Velencei tó térségében számos olyan fejlesztés valósult meg, amely újabb energiák mozgósítását, a turizmus vérfrissítését ösztönzi. Rögtön egy példa innen a tópartról, a Velence Resort and Spa 4 csillagos szálloda felújítása történt meg nemrégiben, többek között a Kisfaldi programnak köszönhetően. A kulturális turizmus területén tiszteletreméltó, intenzív és rendkívül eredményes munkát folytat a kastélyt üzemeltető Velencei Tavi Kistérségi Alapítvány és a Kárpát-medencei Művészeti Népfolyóiskola egyaránt. Újjászületett a Vörös Marti Mihály Emlékház, amely végre méltó környezetben színvonalas kiállítással emlékeztet a szózat költőjére. Létrejött a Csajági Laura szabadtéri színpad, amely igen népszerű színháza lett a térségnek, legalábbis úgy hallom. Végre a változás megújulás jeleit mutatja a Velence központban eddig szégyenfoltként csúfoskodó Meszlényi kastély. Pákozdon a Miskahuszár szobor mellett látogatókat központ épül, amely méltó környezetet teremt a monumentális alkotásnak, és remek pihenőhelyet a tó körüli kerekezőknek. És ha már ugye kerekezésről van szó, a Giro d'Italia, ugye, ahogy említetted is képviselő úr, itt fog elhaladni. Jó hír, hogy elkészült a tavat, a Székesfehérvárral összekötő bicikliút. Egyre többen indulnak majd el a megye központból a tó irányába, például a június végén újra megvalósuló Magyar Tavak Fesztiválja színvonalas programjaira, vagy a 10. éve megrendezett EFOT koncertjeire. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház Fejlesztési Program keretében Sukoron, a Sorompóvölgyben készült el egy 56 fő befogadására alkalmas szálláshely is. Ugyancsak Sukoron gőzerővel épül a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Sportakadémia. Az 55 milliárd forint értékű beruházás eredményeként fedett versenypálya, feszített tükrű tanmedence, wellness részleg, számos sportpálya mellett kollégium is épül, mely 14 kerekesszékes sportoló elhelyezésére is alkalmas lesz. És ha már vízre szállunk, fontos megemlíteni, hogy zajlik a Velence-tavi hajózás fejlesztése is, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával a közforgalmi hajózásra szolgáló Gárdony hajó is újjászületik, és igazodva a kormány zöld stratégiai programjához dízelből elektromos hajóvá alakítják ezt át. Nagyon fontos fejlesztésről kell még szólnom, amely 3 éves megfeszített munkát követően a végéhez ért, ez pedig a partvédmű teljes felújítása. Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmet arra, hogy szó sincs a tó kibetonozásáról, hiszen a korábbiakhoz képest csökken a betonozott partszakasz hossza. Korábban úgy fogalmaztam, hogy a Velencei tó figyelmeztet is bennünket. Tavaly kritikussá vált a tó vízszintje, és a jelenség mellett nem mehetünk el szó nélkül.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a tó vízpótlásának megoldása égetően fontos feladatunk. Számolnunk kell azzal, hogy a klímaváltozás hatására aszályos időket élünk, kiszámíthatatlan és esetleges a természetes víz utánpótlása, amely nem csak a vízszint csökkenésében látszik meg, de nagyon komoly gondokat okoz a gazdálkodóknak is. Ahogy elhangzott, itt egy előadást is fogunk hallani, hogyha jól tudom. Végül engedjék meg, hogy tolmácsoljam Gulyás miniszter úr üdvözletét, aki a Velencei tó térségének is elkötelezett támogatója, amelyet az is igazol, hogy védnek-e a Velencei tóért díjnak, amelyet az idei évben negyedik alkalommal adunk át. Tisztelettel gratulálok az idei kitüntetett Lukács László néprajzkutatónak, aki a díjat életművének elismeréseként különösen a Velencei tó térségének néprajzát, szőlő- és borkultúráját, valamint Vörös Marti Mihály örökségét feldolgozó kiemelkedő tudományos és népszerűsítő tevékenységét kapja. Szívből gratulálok! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ezennel az idei turisztikai évadot megnyitom. Égetően fontos feladat a tó alacsony vízszintjének orvoslása, amely részben az aszályos időjárás miatt alakult ki. Erről beszélt Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő is a turisztikai évadnyitón, aki elmondta, a tavaly elkészült kormány előterjesztés tartalmazza a zámoly-pátkai tavak rendbetételét és az 1993-ban létrehozott Kincsesbányai karsztvíz utánpótlás újraindítását. Van, ami a szíve országosan is jelentős közúthálózat fejlesztési programjának az állásáról szeretnék tájékoztatni elsőként. Itt az elmúlt esztendőben egy közel 66 km hosszú közúthálózatot újítottunk föl, amely több mint 10 milliárd forintba került. Ez három különböző ablakból valósulhatott meg, egyrészt a terület és településfejlesztési operatív programból, másrészt a magyar falu programból, és harmadrészt pedig a kiemelt társadalmi igényeket kielégítő országos úthálózatfejlesztési programból. Ezeknek a gyümölcseit a mai napon a Giro d'Italia kerékpáros körverseny résztvevői is fogják tudni élvezni, hiszen a mi területünkön végig haladó körverseny nagyon hosszú szakaszon a már felújított utakon fog gördülni, ezért érdemes ezt figyelni. A programból még a seregélyes Pákozd útnak a Dínyes és Pákozd közötti szakaszát, a Csákvár és Gánd közti szakaszt, illetve a pátkai bekötőt azt nem adtuk még át. Van egy olyan közúthálózat fejlesztési programunk, amely a Pannonia Szíve program keretében valósul meg, a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek közút. Ez egy új közúthálózati elem, ennek arról szeretnék tájékoztatni, hogy a tervezése az befejeződött. A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt strandfelújítási program az jó ütemben zajlik a Velencei tó környékén. Nagyon sok megvalósulása van. A vendégmólók építésében, illetve a kikötők felújításában, amely szintén a Pannonia Szíve program keretében zajlik, jól haladunk. És akkor a gondolataim végén pedig a segítségkérés következik. Janó Márk államtitkár urat arra kérem, hogy legyen kedves miniszter úr felé ezeket továbbítani, hiszen az egyetemisták és főiskolások országos találkozójának új helyszínén, a Sukkorói északi parton, ott született egy kormánydöntés, ami azt szolgálja, hogy a közműfejlesztéseket elindíthassuk azzal a fejlesztési tanáccsal, amelyet elnök úr megyei elnök úr, illetve amelyen keresztül Pannonia Szíve fejlesztéseit bonyolítjuk. Itt a kormány döntés ellenére a pénzeszköz még nem érkezett meg, ezért nem tudtuk ezt elkezdeni. Valószínűleg ennek az áldása itt az idei esztendőben már a fiatalok nem is fogják tudni élvezni, de mi szeretnénk megvalósítani, ebben kérnék szépen segítséget. Elkészült az Esztergom-Etyek-Ercsi kerékpárútnak egy következő szakaszának a tervezése és a közbeszerzése is. Ez a miniszterelnök úr egyértelmű támogatását élvező 26 km Tarján és Esztergom között. Ez a közbeszerzés során nem várt módon nagyságrendben a tervezői értékbecslésnél 500 000 000 forinttal olcsóbb ajánlatot kapott, úgyhogy ez egy soha vissza nem térő alkalom, hogy ezen az áron meg tudjuk valósítani. Az ajánlati kötöttsége az ajánlattevőnek azonban hamarosan lejár. És a legfontosabb gondunkkal, problémánkkal, mai egyik előadás témájával is szeretném zárni a gondolataimat, hiszen itt a számunkra a Velencei Tavi turisztikai évadnyitón
a Velencei tónak a vízpótlása, mint legfontosabb problémánk jelentkezik. Jelen pillanatban is civil és szakmai szervezetek közül is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása ellenére is idén is várható lesz hal és madár pusztulás, illetve nyilván továbbra is a kiszáradás rémével fenyegetnek egyesek. Én szeretném megköszönni miniszter úrnak, hiszen erről beszéltünk vele, hogy azt a levelet, amit márciusban megfogalmaztunk, és a Vízvilág napján elküldtük az ő számára, amelyet megyei elnök úr és az érintett velencei tavi polgármesterek írtak alá, azt elolvasta, és a kormány szándékozik ezzel foglalkozni. Ezekből az általam elmondottakból is jól látszik, hogy a választással a feladataink nem lettek kevesebbek, van dolgunk bőven, de egyet ígérhetek, hogy mi előre fogunk menni, csak is előre, és nem is akármilyen tempóban a jövőben is. Sok-sok nehézségünk ellenére is van, mire büszkének lennünk, hiszen minden évben fejlődtünk, gyalapodtunk a Velencei tó környéken. Nem csak a mi, az egész tó környéket meghatározó kulturális fejlesztéseinknek köszönhetően, hanem azoknak a sport és más turisztikai beruházásoknak, meg kerékpárút fejlesztéseknek az eredményeképpen, amelyekről joggal adott számot képviselő úr is és államtitkár úr is. Tehát azért kell a vízszintről beszélnünk részben, mert az egész tó környéket, sőt, a Velencei tó szóba kerül, az egész magyar társadalmat az érdekli, hogy mi lesz ennek a tónak a sorsa. Valljuk be őszintén, hogy az aggodalmunk jogos, és azzal is számot kell vetnünk, hogy az itt élőknek a többsége sem feltétlenül van tisztában ennek a tónak a vízügyi történetével, és nincsenek azzal tisztában, hogy sok olyan folyamat, amelyért egyébként teljesen igaztalanul a kormányt, képviselőt, engem és másokat szoktak, hogy a vízügyet, igazgatórat számon kérni, azt a jó Isten rendezi a fejünk fölül. Hiszen az igaz, amit igazgató úr mondott, hogy az elmúlt évtizednek az átlagában is a csapadék mennyiség jelentősen nem csökkent, de az elmúlt két évben nagyon brutális volt a csapadéknak a visszaesése. Csak azért, hogy mindenki számára világos legyen, itt nálunk az év első négy hónapjában 80 milliméternyi csapadék esett. Talán az éves csapadék mennyiségre emlékeznek a földrajzi tanulmányaikból. Ez nagyon-nagyon kevés. Tehát ez, az én kollégáim itt a tó környéken több helyen is napi szinten mérik a csapadék mennyiséget, ja, és hozzá kell tennem, hogy ugye ez nem mindenhol van, így vannak olyan részei a tó környékének, ahol még ennél is kevesebb volt a csapadék mennyiség. Tehát egy hihetetlenül asszályos időszakban vagyunk, nem kell másra utalnom, csak arra polgármester úr tudja, hogy az elmúlt években már kétszer ültettünk itt fasort, aztán száradnak is sorra a platányaink, mert nem győzzük az öntözését sem. A drágán létrehozott fasornak, amire az ember a büszkén tekintett rá, amikor elültette, aztán látja, hogy a munkájának sajnos a gyümölcsei nem fog beérni. Tehát most túl azon, hogy sok-sok méltatlan és igaztalan támadás érte a kormányzatot a Velencei tó vízszintjével kapcsolatban, vagy a vízügyet is, azt gondolom, hogy az a felelősségünk, ami megvan, nekünk itt élőknek, akik a közéletben részt veszünk politikában és más fórumokon, az igenis meg kell jelenjen egy turisztikai évanyítón, mert igaza van, amit az előbb hallottunk az előadásban az előadónknak, hogy ha a tó vízszintje rendben van, akkor minden más is. Ha a tó vízszintje nincsen rendben, akkor gyakorlatilag azzal az alapvető problémával kell szembenéznünk, hogy a balhékelt és a húgás, a sajtóhadjárat az önmagában riasztja a turistákat. És meg lehet kérdezni az itt jelenlevő szálloda igazgató urat is, aki kiváló partnerünk, hogy dacára annak, hogy a kormányzat a kisfali programon keresztül a tó környéki turisztikai fejlesztéseket is jelentősen támogatta, a vendégészakos szám bizony csökken. Az ide látogató turistáknak a száma csökken, és lehet, hogy van egyesek ennek örülnek, de összességében tudomásul kell venni, hogy jelentős ipari kapacitásokkal nem rendelkezünk a tó környékén, tehát az adóbevételeinket és az itt élő polgároknak a boldogulását elsősorban az idegenforgalom és a ráépülő kereskedelem és a ráépülő szolgáltatások jelentik. Ez lehet, hogy némelyeknek nem tetszik, de ez az igazság. Meg kell nézni azt a folyamatot, hogy az elmúlt fél évszázadban a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően hogyan szorul ki teljesen a tó környékéről az állattartás, a nagyüzemi mezőgazdaságnak egy jelentős része, ráadásul nem csak a Velencei tó közvetlen partjáról, tehát én gyerekkoromban még itt a környékbeli házakban mindenhol disznót és állatot tartottak, valamennyi termőszövetkezetnek komoly sertéstelepe és
szarvasmara telepei voltak, ma már sehol sincsen. Nem csak itt a közvetlen közelünkből, hanem a Velencei tó vízgyűjtő területének a jó részéről is a vízbázis védelme érdekében tudatosan lett visszaszorítva a nagyüzemi állattartás. Annak persze sok-sok járulékos vesztesége is van, hogy ez így történt. Sok-sok barna övezetünk van a mezőgazdaságban, amelyeket valamilyen módon majd rendbe kéne tennünk, nem is feltétlenül nekünk, hanem a magántulajdonosoknak, hiszen ezek 99%-ban magántulajdonban vannak. De minden esetre felelősségünk az, hogy erről beszéljünk. És arra a kérdésre, amit föltette az előadónk, hogy mi a fontos, mi mindannyian tudjuk a választ. A Velencei tó a fontos. És ezt tudomásul kell venni azoknak is, akik az elmúlt években a Pátka és a Zámai víztározó mellett telket vásároltak, vagy horgásztanyát létesítettek maguknak. Tudomásul kell venniük azt, hogy a Pátka és a Zámai víztározó, hogy a nevében is benne van, azért jött létre, hogy ennek a tónak a vízszint szabályozását valamilyen módon segítse. Tehát mindazok, akik most azért sírnak, meg azért panaszkodnak, hogy te úristen, mi lesz az ő horgász jegyükkel, meg a csónakjukkal, azoknak tudomásul kell venni, hogy a Jóisten adta a természeti örökség. A Velencei tó, Magyarország egyik legnagyobb természetes tava, a tétje annak, amiről itt most szó volt. Én szeretném azt is mondani, hogy szerintem kulcskérdés, amit az előadásban hallottunk, és ebből a szempontból meg az önkormányzatoknak van nagy felelősségük, és azt kérem, javaslom képviselő úrtól is, hogy ebben mindenképpen gondolkodjunk, dolgozzunk együtt, és elnök urat is, hiszen elnök úr nagyon jól tudja részben, mert itt él, részben pedig azért, mert azoknak a települési operatív fejlesztési programoknak a gazdája, amelyek a felszíni vízvezetésnek a szabályozását és újragondolását is szolgálják, hogy bizony az egy kulcskérdés, hogy mit kezdünk a tó környékén található árok és vízbe vezető rendszerekkel, illetve a természetes vízfolyásoknak az útvonalának a kitisztításával és rendbetételével és a műtárgyaknak a rendbetételével. Most nem a Kossuth Díjas kiváló képzőmész Pérel is és a műtárgyaira gondolok, hanem a gátakra, hidakra, árkokra és a többikre. Na most ezt azért is mondom, mert emlékeznek rá a Velencei tóparton élők, hogy az elmúlt egy évben is volt problémánk, aminek strandrezárás lett a következménye. És ugye itt, amikor elkezdtek húhogni, hogy micsoda kólifertőzés van, akkor tessék tudomásul venni, hogy azt a kólifertőzést mi okozzuk magunk. Azok az emberek, akik egyrészt nem gondoskodnak az árkoknak a kitisztításáról, és másrészt azt a felelőtlenséget követik el, hogy az esővizet bevezetik a csatornarendszerbe. A törvénnyel ellentétben. Tehát tessék tudomásul venni, hogy a Velencei tó környékén nagyon sok polgár felelős azért, hogy ahelyett, hogy hagyná az esővíznek a szabad elfolyását, megoldaná ezt, illegálisan beleköti a csatornarendszerbe, és utána ennek az a következménye, hogy a csatornarendszer egy nagy esőzéskor nem képes ezt a vizet elvezetni, és fölnyomja a szennyvizet. És a szennyvizet pedig az eső belemossa a tóba. És emiatt van kólifertőzés, nem más miatt. Tehát mi magunk okozzuk a kólifertőzést. Itt a velencei kikötőnél, illetve a korzónál, amikor lezárták a strandot, hát aki lement, az láthatta, hogy a csatorna felélen hogyan bugyog kifele a szennyvíz. Tehát hogyan jön föl a csatorna felélen a lyukakon a szennyvíz, és ez hogyan mosodik bele a Velencei tóba. Tehát ez részben önkormányzati feladat, részben hatósági feladat ennek az ellenőrzése, részben pedig szerintem állampolgári felelősség és tudatosság kérdése. Azok, akik egyébként ilyen féliteres palacban akarják behordani a vizet a Velencei tóba, többet tehetnének azzal a nagy környezetvédők itt a tó környékén, a nagy mozgalmárok, hogyha mondjuk azzal foglalkoznának, hogy végignéznék, végigjárnák a tavat, vagy a tó környékét, és megnéznék azt. Egyszerűen ellenőriznék, hogy nem mennének be nyilván a magántulajdon szentségét tisztelbe tartva másoknak az ingatlanjába, de mondjuk azért azt lehet látni, hogy ki az, akinél sokszor kintről lehet látni, hogy a csatorna szépen le van vezetve és bele van kötve. És nem egy szikkasztóba van belekötve, hanem a szennyvízrendszerbe van belekötve, mert itt például nálunk a szikkasztóba van belekötve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Nem beszéltek az előadók arról, ami kulcskérdés, mi igazgatóra nagyon sokszor beszélgetünk erről, a tót kotrásának a kérdése. Tehát ha forrást keresünk, akkor és forrást sért lobbizunk. Lobbizik képviselő úr, elnök úr, és hát számíthatunk, eddig is mindig számíthatunk a minisztériséget vezető miniszterre, Gulyás miniszter úrra.
Akkor a kotrásról se feledkezzünk el. Nem igaz az, amit itt összehordanak, hogy ezt a tavat nem kell kotorni. Hát aki ezt mondja, az nem ismer ennek a tónak a történetét, nem ismer alapvető vízrajzi kérdéseket, nincsen tisztában azzal, hogy ez a tó, ez hogyan kérem, ezt a települést valamikor úgy hívták, hogy fertőnyék. A dínyési fertőt úgy hívják, hogy fertő. A fertő szó az pedig, gondolom nem kell az etimológiát elmondanom, hogy mit jelent ez a szó. Ebből önmagában következik az, hogy ez a tó mindig is a 70-es évekbeli nagy szabályozás előtt is mocsárosodásra, lápposodásra, feltöltődésre, eliszaposodásra volt hajlamos. Elég sokat publikáltak ezzel kapcsolatban az elmúlt 100 évben, amiknek utána lehet nézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk tudni elodázni. Ezt azért is említem meg, mert akik itt hőbörögnek a tóparton, hogy miért kellene itt zagytározók, hogy a vízügy miért csinált újabb zagytározókat, azért, mert oda kerül ki a kotrási anyag. Ahogyan ez mindig is volt, ezek teljesen természetes és normális dolgok, és hogyha a vízügy, Csonki igazgatói nem csinálnak zagytározókat, hanem majd valaki úgy gondolja, hogy el kell valóban vinni, akkor számítsák ki azt, hogy mennyibe kerül egy köbméter iszapnak távolra való elszállítás a teherautóval, és egyébként ez az mennyivel nagyobb környezeti terhelést jelent, mint egyébként az agytározottnak a létrehozása, mert gyakorlatilag környezeti terhelés nem jelent, legfeljebb van valahol egy körülhatárolt, iszappal feltöltött rész, úgyhogy jó lenne, hogyha néhányan egyébként reálisan értékelik a dolgokat. És hát egyről szintén nem beszéltünk. Tehát ugye sokan azt mondják, hogy a Velencei tó vízszint problémáját az okozza, hogy itt nagyon sok nádat kiirtottak, amikor létrehozták a nagy tisztást. Hát azok nyilvánvalóan azt nem tudják, hogy a nád éppen a párolgást növeli. Tehát, hogy minél nagyobb a nádfelület, annál nagyobb a párolgás, annál több vizet veszítünk el a tóból. Tehát akik egyébként arról beszélnek, hogy itt minél több nádas kell annak érdekében, hogy legyen víz a tóban, azok egyszerűen nincsenek a dolognak a fizikájával, meg a biológiájával tisztában. Tehát én azt gondolom, hogy az semmiképpen sem érdekünk, turisztikai szempontból, vízisport szempontból és vízügyi szempontból sem, amit is sokan mondanak, hogy a vízfelületet csökkentsük a Velencei tavon. És végül, amit hallottunk, a szennyvíz. Ugye mi már hallottuk a kiváló beszélgetést, a podcast beszélgetést, amelyben ezek a kérdések felvetődtek, azért is kértük meg az előadás megtartására, és nagyon sokan megijedtek. Tehát a jelenlevő, mint hogy látom, hogy sok újságíró van jelen a teremben, kedvéért is mondom, hogy ezt nagyon okosan járjuk körül. Az emberek ugyanis ettől a gondolattól nagyon megijednek, hogy mi azt fogják mondani, hogy te úristen, szennyvizet akarnak belevezetni a vízbe. Én azt gondolom, az előadásból nyilvánvalóvá vált, hogy szó sincs erről, és nagyon jó, hogy az a távol-keleti példa is elhangzott, hogy vannak olyan országok a világban, amelyek a tisztított szennyvizet annyira, vagy a szennyvizet olyan szinten ki tudják tisztítani, hogy el lehet fogyasztani, emberi fogyasztásra alkalmassá teszik. És az izraeli példa kiváló. Hát Izraeltől minden szempontból tudunk tanulni, hiszen a sivatagban a világ csúcskertészetét valósították meg. Tehát azért nincs vízük, és mégis kertészeti nagyhatalom, önellátóak gyakorlatilag zöldségből, ami óriási nagy csoda. Na most mi pedig egy olyan ország vagyunk, egyedülálló talán Európában, ahol egyébként a vízgazdálkodással kapcsolatban azzal kell szembenéznünk, és ez engem, mint mezőgazdasággal is foglalkozó ember különösen izgat, hogy sokkal több víz távozik az országban, mint amennyi bejön. Nem tudjuk megfogni a természetes vizeinket. Hogy egyébként a nyolcadára, hogyha jól emlékszem, a tegnapi előadás, amit hallgattam Hódmezővásárhelyen, a nyolcadára zsugorodott össze Magyarországon az elmúlt 30 évben, a természetes vizeink által felhasznált, öntözött mezőgazdasági termőterületeknek a nagysága. Tehát ez egy óriási nagy gond. Mindeközben úgy, hogy a 7 millió hektárnyi termőföldünkből 1 millió, vagy 7 millió hektárnyi jelenleg a termőföldünk, mert 1 millió hektárnyi termőföldet tüntettünk el, vontuk kiművelésből. Végzetes, visszafordíthatatlan folyamat részeként. Tehát, hogy egy olyan országban élünk, ahol hihetetlen mennyiségű víz jön be, Duna, Tisza és a többi, és esik a csapadék, tehát gazdagok vagyunk természetes vízben, és ezt nem tudjuk megfogni. Ez elmegy az országból, több megy el, mint amennyi bejön, mindez vízutánpótlásra, öntözésre és a többire használható lenne. Viszont a szennyvízzel kapcsolatban arra is kéne megnyugtató választ adni, hogy amennyiben tisztított szennyvizet vezetnek a Velencei tóba, akkor mi lesz a szennyvízben levő hormonnal? Ez sokakat érdekel, majd erre kérünk választ, ugyanis
Azt nagyon jól tudjuk, hogy a Duna vizéből is nagyon könnyen kimutatható az a sok-sok női nemi hormon, amely a elnézést kérek, de a vizelettel kerül be a tisztított szennyvíz bevezetése után is, hiszen a hormont nem tudják ezekkel a módszerekkel kivonni a vízből. Ez olyannyira kimutatható, hogy az elmúlt fél évszázadnak az orvosi vizsgálatai ennek a termékenységre való hatását is visszaigazolt, negatív hatását is visszaigazolták. Tehát egy valós problémáról beszélhetünk, hiszen a fogamzásgátlószereknek, a hormonkészítményeknek a fogyasztása az ugye azt eredményezi, nagymértékben való elterjedése azt eredményezi, hogy a vizelettel női nemi hormon távozik. Ez Németországtól, Ausztriáig, Szlovákián át és a többi a teljes vízgyűjtő területen keresztül bekerül a Duna vízébe, tehát minél előrébb megyünk a Duna befolyásán, a Dunán egyre többet, egyre koncentráltabban jelenik meg, de van egy nagy előnye a Dunának, hogy a Duna folyik. Tehát, hogy nem álló vízről beszélünk, tehát tulajdonképpen állandóan frissül, viszont hogyha a Verencei tóról beszélünk, az egy álló víz. Tehát, hogy van-e, ez egy kérdés, nem kell most rá válaszolni, csak egyébként majd a lakosságot kéne megnyugtatni, hogy nyilván azokat, akik majd elkezdenek itt hőbörögni, hogy na hát a szennyvizet akarják bevezetni, azokkal nem tudunk mit kezdeni. Ilyen lesz. Már a mai konferenciák, vagy a évanyitók után is lesz. Ezzel nem kell foglalkozni. De az értelmesebbjét, a felelősségérzettel rendelkezőt, aki nem csípőből tüzel és kezdi el megint szidni a kormányt vagy képviselő urat. Tehát, hogy vagy igazgató urat, mert ugye ők itt annak a céltáblában jó ideje részben velem együtt. Tehát, hogy akik tényleg gondolkodnak felelősséggel, azokat nyugtassuk majd meg, hogy nincs-e ilyen kockázat, hogy ez nem okoz-e problémát, mert egyébként az ötlet nem rossz, csak hogy nem okoz-e problémát, és hogy esetlegesen ugye látjuk azt bizonyos helyeken, ahova egyébként ilyen módon tisztított szennyvíz bekerül egy természetes állóvízbe, hogy ez visszahat a tónak a biológiájára. Ez egy mesterséges tónál, halastónál, víztározónál mondjuk, hogy elfogadható, de a Verencei tónál nem lenne az, tehát ezért erre mindenképpen szeretném megnyitottó válaszokat kapni. És végül hadd köszönjem meg a kormánynak a segítségét, államtitkárasszonynak a segítségét, államtitkárúnak a segítségét, hiszen hallottuk, államtitkárú is említette, hogy a Mesztényi kastély felújításának is nekifogtunk. Irdatlan nagy munka, mert nagyon le volt pusztítva, de mindenkinek ígérem, hogy pont így, ilyen színvonalon lesz helyreállítva, és hogy pontosan abban az állapotban fogjuk viszont látni, amilyenben egyébként még a háború előtt állt. Tehát ez nagyon fontos fejlesztés, és azért is hozom ezt én is szóba államtitkár úr nyomán, és nézek elnök úrra, hiszen van ott egy nagy tervünk, hogy a kastélyparkot is valahogy a rendbe tegyük, ami ez egy topos pályázaton. Gondolkodunk együtt képviselőre és elnök úrra, de ez persze egy kell, nem tudom, hogy itt van még a verencei polgármester úr, ott van hátul, hogy végre ők is fölébredjenek, és mellénk álljanak, és azt a kastélyparkot valahogy egységével kezeljük, hiszen az alapítványunknak a tulajdonában csak a kastélyparknak a kisebb része van, a többi az önkormányzat tulajdonában van, és ugye mi nem csak a saját részünket szeretnénk fejleszteni, hanem az egész kastélyparkot, és elnök úrral is, meg képviselő úrral is, a tervezés során is abban gondolkodtunk, hogy a Velencei tó környékének egyetlen egy éppen megmaradt nagy, bár persze eldzsumbujosodott, elcsúfított, de mégiscsak helyreállítható kastélyparkját is egységében kezeljük és rendbe tegyük. A vízügyi szakmai előadások során a Velencei tó vízszintjének lehetséges szabályozási módjait vázolták a szakemberek. A Velencei tóért díjat idén Lukács László néprajzkutató vehette át. Méltatásából kiderült, a Velencei tó térségéhez közvetlenül több mint 20 publikációja köthető. Többek között az édes szőlő, tüzes bor, a Velencei tó környékének szőlő és borkultúráját bemutató kötet, a Velencei szőlőhegy népi hajlékairól és a Velencei tó néprajzáról szóló könyvfejezet, ismeretterjesztő cikkek Vörös Marti nevéről, a Velencei Halászházról. Kedves nézőink, a köztérben a velencei tavi turisztikai szezonnyitóra látogathattak el. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!